A Mi Hazánk mozgalom helyi szervezete értelmetlennek és elfogadhatatlannak tartja, hogy július 2-án hívják össze a közgyűlést, véleményük szerint ugyanis korábban is meg lehetne tartani. Emellett a pénteki sajtótájékoztatójukon elhangzott az is, hogy még más, általuk meg nem nevezett városokban képesek online bizottsággyűléseket tartani, addig Egerben ez nem történik meg. Meg nem erősített forrásokra hivatkozva, dr. Pápa Jákos bizonytalannak tartja az önkormányzat dolgozóinak helyzetét is. Informális csatornákon jutott el hír hozzánk, hogy több embert ismételten elbocsájtottak, illetve több ember fölállt a székéből a lehetetlen munkakörülmények között. Most nem arról beszélek, hogy kikapcsolták a légkondicionálót, hanem azt, hogy ezekre a régóta a szakirodákon dolgozó emberekre olyan pszichikai nyomás nehezedik a polgármestertől és a polgármester szűkebb köréhez tartozó emberektől, hogy nem bírták tovább ezt a rossz légkört és ott hagyták. Eger polgármesterét is kerestük a témában, aki elmondta, hogy tényekre nagyon szívesen reagál, pletykákra azonban soha. Mirkóczki Ádám továbbra is várja a Mi Hazánk mozgalom konstruktív együttműködését Eger városának érdekében.